nem az Alexkát megint meg fogják újjazni. Láttam. Gyere, 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 gyere. Gyere, Alexka, gyere. Viszont menj, Antti! Bánsz meg! De! Túl vagytok? Persze! Kurva életben! Ne figyelj, lerázzuk őket a picsába, gyorsba! Surprise, motherfucker! Ne küld a jajpat! Bánsz meg! Kurva élet! Futás! De! Tisztelem, ott szaladnak! Te hülye Frigyes, meg a hülye Alexkát elvitte a Frigyes. Én mondtam neki, hogy álljon meg. A Frigyes volt? A Frigyes, igen, ő vezetett. Rendben van. Igen. Mindjárt elkapjuk őket. Köszönjük szépen segítséget! Jézus! Mária! Mi a fasz? Takarodjál már Tóbiás a picsába! Szállj már le a főnökömről, te hülye barom! Nem vagy normális! Álljál már! Szüske! Ne szukj a véletben! Fú, de szép! Bűnöző! Macskos bűnöző! Fúj, fúj! Tiszta volt minden. De te is nézd meg, ha szeretnéd, de tiszta volt minden. Ne lehet rosszabb, ha te nézed meg, mert te fixen fogsz látni valamit, ami nincsen. Nem. Hello, motherfucker! De... Miért nem hiszel nekem soha? Csocs semmi. Nem futottam el eddig szépen. Nagyon ügyes vagy, azért meg is dicsérlek, úgyhogy menj szépen vissza. Erre mi kiabálom? Sokáig kukkol engem valaki? Be basszok, mi baci! Istenem, Frigyes! Teszi! Igen, igen. Köszönöm, megint nem így van, nem itt. Te figyelj csak, Frigyes, menj már innen! Majd én oda adom Elzának, amit hoztam neki, jó? Te, az meg! Hihetetlen! Kurva élet! Tessék, te Frigyes nem merte odaadni. Nem itt élünk, tessék. Nyugodtan mondd meg, hogyha a férfi. Ja. Nem, mert az Antti kina volt. Te ürügyből hozzak ide Elzához, te szerencsétlen. Antti kina volt. Én adtam ezt a gyaklácsot, te. Nem mondom, nem ciki. Egy gazdag cigány. Egy gazdag, hamaroszat gazdag cigányderekek lesz. Tehát? Hát ezután a biznisz után Rino, én szerintem el kéne menni csajozni, én azt mondom. Hát... Csajozni? Hát, ilyen sok pénze, ha meghívunk valami nőt, két gombol... Ha, én megmondom neki, Rino, hogy három gombolcot is rakhat arra a tőcére, Rino. Megmondom neki, hogy hármat is. Sőt, tudod mit, Rino? Kérhet rá a coki öntetet, meg ilyen édes kis rossz ebet. Édes tőcér, azt is kérhet. Ezt meglássza, hogy én ilyen gazdag vagyok, ha már jön velem haza. Jó. Rigo, én ma nem halszok egyedül, meglátod. Jó, benne vagyok. Tudom, hogy én kezdtem elmondani, de nem volt igaz az egész. Én semmit se csináltam, ezt fog föl, basz meg, semmit se csináltam. Megnyitottam is, basz meg, másnap már nyitottad a sajátodat, mert azt hittem, hogy nem vagy ott a kon király. Te miben szóltam volna neked, az álszak intézte el nekem, érted? Az álszak intézte el, igen. Meg egy szóra, az álszak nekem is itt, ez nem csak neked, Antti. Nem, az álszak nekem intézte, itt van az SMS, tessék. Álszak, és akkor itt van. Na mutasd meg. Sebastian, az Ibizának a kisfia. Hát, Adának hitt a tegnap, Adának. Igen. Most mivel a brébek a Gyucinak hívom? Kisfiú. Hát, de jó lehet Ibizának. De amúgy, hogyha ti amúgy Ibizának a gyerekei lennétek, akkor ti megcsinálnátok vele azt, amire gondolok?
Hát tudod, Adák napjára hajtogatták neki origamiból, ha túl. De igen. Én biztos, hogy hajtogatták ide. Állj be, kis cica! Állj, Bredik! Az Isten, itt hogy fut ez, Bore? Állj be, kis cica! Cic! Ha van nálam szalonna, állj meg! Cic! Mi a farsangban, vagy minek költöztek maga? Nem, autókereskedőnek. Autókereskedők maga kalóz, vagy mi az Isten, mi a? Nem, tengerészgyalogos voltam. Tengerészgyalogos maga, meg hajlék gyalogos. Tengerészgyalogos volt, olyan volt, mint a Mózes. Szerelőm, anyó. Ja, szerelőm, nem szerelő. Ez itt üdvözlöm a Dudás Antal személyes birodalmában. Yeah. Tami ötvözi a város mindenféle tevékenységét, kivéve a prostitúciót, de Tami késik, nem múlik. Igazából hárban vagyunk, de mi vagyunk itt a legokosabbak. Valamból működik az? A múltkor is vettük 110-be 10 darab spaglit, azt hogy eladtuk pikpak 1000-esért a 10-et? 1001-ért vettük, 1000-esért ugye vitték, mint a golyó. Mondjuk azt pont rosszul csináltuk. De na mondjad! De nem jó az a maszk meg rajtad. De mi? Nem jó rajtad meg a maszk! De igen, miért nem jó? Azért jó, mert tiszta lehet hallani a hangodat. Igazi, meg normális, hogy... Ja. Istenem, húzd már meg akkor rajtam, légy szíves! Hát a kettel a kezem. Gyere, húzd meg! Köszönöm. Nagyon, nagyon ki voltam idegileg, és utána felrobbant az egész. Akkor elmentem a rendőrségre, hogy ezt jelentsem, de a rendőrség éppen a kockapartnál lövöldözte szét a nyugdíjasoknak a lakását, mert hogy ők nem értenek az utaláshoz, ezért a pénzt kiviszik mindenhova. De most mondja meg, doktornő, hogy ennyire hülyék. Hát, a rendőrök? Igen. Hát némelyik rendőr, igen. Ennyit mondod, hogy végre valami új? Geci lottyomból a látászom. De miért hazudsz amúgy? Kérlek. Jó, akkor drámázzál csak azért, mert rátszoltam, hogy ne hazudjél. Na legyen szíves, forduljon meg, kedves Dudású! Tibor, emlékszik, mit mondtam ma? Ha még egyszer találkozunk, hol fog kikötni? Nem mondok semmit az ügyvédem nélkül. Romeli, azért meghalsz! Tudom, már megígérted. Fenyegetőzünk, Tibor. Nem fenyegesztő, ne loncon a helyzeti, Tibor. Mert hogyha megengedi, általában... Egyszer mindannyian meghalunk, Tibor.